So hello everybody, we will start FK Žalgiris press conference. Head coach of Žalgiris Marek Zub and also the team captain Saulius Mikoliūnas. So first of all I will ask coach and then Saulius to make a short comment about the upcoming Europa League match, first like game away against Honved. So what do you think about the team, about the opening team, and is Žalgiris ready for this challenge? Jó napot kívánok, megkezdjük a Žalgiris Vilnius sajtótájékoztatóját, bemutatom Marek Zub vezetőedzőt, illetve Saulius Mikoliūnas csapatkapitány. Meg is kérdezem először tehát a vezetőedzőt, hogy a Honvéd elleni meccs kapcsán mire számíthatunk, mire készülnek? From my point of view, we are very satisfied to be here in Budapest, in the famous city, football city. And now, as I see, you have the new stadium. So it's additional important factor to play in this first round. So I hope that we are prepared. I'm thinking about our team and about Honved too, and we will be able tomorrow to create an interesting football event. Köszöntök mindenkit! Nagyon nagy öröm, hogy itt lehetünk Budapesten, ebben a gyönyörű városban, ami egyébként egy futballváros, és látom, egy gyönyörű stadionban is vagyunk, úgyhogy éppen ezért kétszeresen is jó, hogy az Európa Liga első körében most játszhatunk. Azt gondolom, hogy felkészültek vagyunk erre, mármint mind a két csapat, a miénk és a Honvéd is, úgyhogy holnap egy érdekes meccsnek lehetnek tanulni, akit nézni. Saulius, your thoughts about the match? Saulius, mit gondolsz a meccsről? Yes, it's waiting a very interesting game with a very strong team. So, but we're looking forward for it and we'll see tomorrow. Nos, hát úgy gondolom, hogy egy nagyon érdekes meccs lesz, hiszen egy nagyon erős csapat ellen fogunk pályára lépni, de mi mindenképpen várakozással tekintünk, ez elé várjuk, úgyhogy holnap majd meglátjuk, hogy mi történik. So this is a short introduction, and if you have any questions for the coach or the captain of the team, feel free to ask. Ez tehát egy rövid bemutatkozás volt, és hogyha bárkinek kérdése van, akár a vezetőedzőhöz, akár a csapatkapitányhoz, akár a csapattal kapcsolatban, kérem, tegye fel, ne habozzon. Az első kérdés tehát az, hogy esélylatolgatást hogyan látják az itt ülő szakember, illetve sportolók. 50-50 százalék, esetleg 60-40 százalék, mire számítanak? 50-50. 50-50 százalék. Yes, I also think we have equal chances. It's just half-time tomorrow. Sorry? Tomorrow is just half-time. The second part we'll play in Vilnius, so we'll see. Én is úgy gondolom, mondta a csapatkapitány, hogy egyenlő esélyeink vannak, illetve a vezetőedző még annyit tett hozzá, hogy holnap az ugye még csak az összecsapás első része lesz, a visszavágót majd Vilniusban fogjuk játszani. Maros József, my name is József Maros, heartfelt welcome to you. Mennyire ismerik a Honvédot, egyrészt a játékban is, hiszen már még nem kettődött meg a bajnokság, ami esetleg nekünk hátrányra el, hiszen So the first question is, to what extent do you know Honvéd? To what extent do you know the team? Because on the one hand, the championship is not yet on in Hungary, as opposed to in your country, which might be a little bit of a disadvantage for us. But so to what extent are you aware and familiar with the team Honvéd? Of course, we know very well, I think. I hope. We know very well Honvéd. Nagyon jól ismerjük a Honvédot, legalábbis én úgy gondolom, azt remélem, hogy jól ismerjük a csapatot. But when I think what it's necessary to answer, first of all, you for this question, I would like to tell you that first of all, for us, the big, big advantage of Honvéd is history. Nos, gondolkodom azon, hogy mit is válaszoljak erre a kérdésedre, én, hogy ugye mi van, kinek van előnye vagy hátránya. Azt gondolom, hogy nagy-nagy előny, amikor a Honvédról beszélünk, akkor az a történelem, a történelme a Honvédnak. And I, as I know, that such club like Honved, they have to look all the time what's happened in the past and try to play better and better, to come back on this level which this club represent in the past. So it's very important for the such city, for the capital of the country, and this is very, very important. And I think this is the power and the strength of this club.
Úgy gondolom, hogy ami a nagy-nagy előnyt jelenti, tehát a Honvéd számára az valóban a múltja, a patinája és a hírneve, hiszen amikor egy ilyen csapat játszik, akkor mindig arra kell tekintettel lennie, hogy mi történt a múltban, meg kell próbálni elérnie azt a szintet, meg kell próbálnia mindig egyre jobban játszani. Ez az, amit megkövetel a főváros is, az ország fővárosa, amelynek ez egy klubja. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos erősség a Honvéd tekintetében. But when, sorry, I would like one add something. As you analyze the statistic, as you try to compare the championship and the football potential in our countries, you notice easy that the big difference. For example, regarding the FIFA ranking, as I remember, Hungary 42, Lithuania 120 or 32. But this is just 2 days competitions, and tomorrow and next week we'll have the chance to participate and challenge, and everything can happen. We know football not only from this moment, but from this year. I'm thinking about cup finals, but from the past too. So both team has had a lot of chance, both him has his chance and pluses and minuses, but we will know the final result the next Thursday in Vilnius. Most, hogyha elemezzük egyébként a statisztikákat a bajnokságok kapcsán, illetve a különböző nemzetközi szereplések kapcsán, akkor azt láthatjuk, hogy ebből adódik azért egyfajta futball, labdarúgó potenciális, hogyha a FIFA besorolását tekintjük, akkor Magyarország a 42. helyen áll, míg Litvánia a 132. helyen, azért ez óriási nagy különbséget jelent. De ne feledjük el, hogy itt akkor is mindössze két napról van szó. Két napon múlik az egész, úgyhogy mindenképpen nagyon nagy esélyei vannak, esélye van annak, hogy jól tudunk játszani a Honvéd ellen, és ne feledjük el, hogy mind a két csapat mellett szólnak érvek és ellene is, tehát vannak pluszok és mínuszok, de majd jövő csütörtökön tudni fogjuk a végeredményt. So as you played against the Hungarian national team, how do you remember back to this encounter, to this meeting of with the Hungarian national team? What are your memories? I didn't get chance to play because I think in that moment I was injured, but we got beaten here. I don't know exactly what was the result, but the Hungarian showed the quality in that game, so just that memories. Nos, hát nem volt lehetőségem akkor játszani, úgy emlékszem, hogy sérült voltam. Minden esetre kikaptunk itt azon a meccsen, nem is emlékszem pontosan az eredményre. Úgyhogy mindenképpen megvannak a magyaroknak, a magyar labdarúgásnak a kvalitásai. De hát meglátjuk majd az eredményt. Of course. A kérdés tehát a Csankfocitól, hogy a Honvédnak új edzője van. Mire számít a vezetőedző, hogy ugyanaz lesz a stílus, mint amit megszokhattunk korábban a Honvédtól, vagy pedig teljesen új lesz? From one side, of course, it's necessary to expect any changes. But from the other side, first of all, you look at the team, you look at the players. Of course, new coach has any new ideas, but first of all, it's necessary, if you have such opportunity, to observe what's going on during last games, how the team plays in last games. Of course, we had no such opportunity like you, for example, observe us in championship, because you in the preparation period. But I think that, from my point of view, I think that it will be the similar style which we present in the last season, but of course with the new small elements coming from the new coach philosophy. Én azt gondolom tehát, azon tehát, hogy egyrészt számíthatunk arra, hogy
lesz valamilyenféle új stílus, másrészt viszont azért a csapatot és a játékosokat kell megnézni, ami ugye adott. Nyilvánvalóan egy új edző az új ötleteket, új elképzeléseket is jelenthet, de hogyha van valakinek lehetősége, hogy megnézze egy adott csapatot, hogy a múltban hogy játszott, akkor ez azért fontos információt jelent. Mi ebből a szempontból picit hátrányban vagyunk, hiszen minket meg lehetett nézni, náluk már megy a bajnokság, itt még csak a felkészülés folyik. Én arra számítok személyesen, hogy hasonló lesz a korábbi szezonhoz az, amit a Honvédtól látunk, bizonyos kisebb új változtatásokkal, bizonyos kisebb új elemekkel. The question is coming from the Hungarian news agency, and the question is to the head coach. Without revealing any secrets, what do you consider as the strength of your team? Very simple question. Our strength, our plus, that we have know exactly what we can play. Nagyon egyszerű kérdés, és nagyon egyszerű a válasz is rá. A mi erősségünk, az a plusz jel, ami mellettünk van és mellettünk szól, az az, hogy pontosan tudjuk, hogy mi az, amit játszani tudunk. But I would like to pay attention. I'm thinking about the, you know, the highest disposition, the highest performance. So I don't afraid about my team, but I hope that they are able to play tomorrow the best game in this season. So, but how they will perform well, I don't know. And you don't know too. So this is a most important question for us. And it should be very important for your coach. Amikor ezt teszem, akkor annyi kitételt teszek hozzá, hogy ez a legmagasabb szinten értendő, és mindenképpen arra számítok, hogy a csapatom a szezon legjobb játékát hozza majd holnap, de hogy hogyan fogják ezt a legjobb játékot hozni, ezt nem tudom, és ezt ön se tudja, mint ahogy a másik csapat sem tudja, és annak vezető edzője sem tudja, hogy ők hogy fogják hozni a tőlük telhető legjobbat. Do you have any injuries and injured persons? No, for the moment, no. We have the guy who are ready to fight. 16 players, 18 players ready to fight. Of course, we had injured guy, but it happened 1 month ago, so we didn't count on him. It's already 1 month. Nincsen szerencsére sérültünk, nincsen sérülésünk, úgyhogy itt van 16, pontosabban 18 harcra kész labdarúgó. Volt persze sérülésünk, volt sérültünk egy hónappal ezelőtt, de mivel ez már egy hónap ezelőtt volt, ezért tudtuk, hogy nem számíthatunk majd rá. Milyen eredménnyel lenne egy Pesten elégedett a meccs végén? Tehát lehetetlen esetleg egy gól feleségben, gól, vagy milyen eredménnyel? And my last question. What is the result that would make you happy or satisfied here in Budapest? Would it be a draw against Honvéd, or even if they won by one goal, or you won well? So what would make you satisfied here? You know, the draws can happen. The draws can happen every time. Nos, a döntetlen az bármikor megtörténhet. This is not the target for any team. De semmelyik csapatnak nem lehet, vagy nem az a célja, hogy döntetlenre játszunk. I will satisfied from when we win, of course, it's our target. És természetesen akkor leszek elégedett, hogyha nyerünk, hiszen ez a célunk. But in the same time, when we won, when we will win, you will be sad, and you will have the problem ugyanakkor, in the next week. Ugyanakkor, ha mi nyerünk, akkor nyilvánvalóan ez a másik csapatot, önöket fogja szomorúvá tenni, és hát ez majd gondot okozhat majd a következő héten. Visszavágok. But I would like to say, I see that in front of me a few experienced guys, so I'd like to say them that I am infected a bit by Hungarian coaches virus. De látom, hogy itt tapasztalt szakemberek ülnek előttem, hogy mondjam el, hogy én egy kicsit megfertőződtem a magyar edzők vírusával. I would like to explain shortly, because it's an interesting story maybe for you. Hogy fejtsem ki egy kicsit részletesen, mert érdekes lehet az önök számára. You know the name Hidekuti? Ismerik Hidekuti nevét. Everybody knows. Mindenki ismerik. But he was his episode in Poland. Volt egy kisebb epizódja az életen. In 70s years he was working as a coach in one Polish club. A 70-es években egy lengyel klubnál edzősködött. And those time he had his young assistant coach.
És volt egy fiatal segédedző ebben az időben. And his influence for these coaches was very, very important. Nagyon fontos volt az a hatás, amit erre a fiatal edzőre gyakorolt. 20 years after this, his assistant coach was my mentor. 20 évvel később az, aki akkor a segítője volt, az én mentorom lett. So, a couple years after, this guy comes here to Hungary, to Budapest, and want to beat your Honved in the first round. És akkor ezek után az történik. 2019 Europa League qualification. So. Az történik, hogy ez, akit ez a segédedző mentorált, néhány évvel később ideérkezik Budapestre a saját csapatával, és meg akarja verni az önök csapatát, a Honvédot az Európa Liga első fordulójában. And I know that also we have Lithuanian representative. He will ask some questions for the player in Lithuanian. If you need after, I will translate. És akkor most litvánul kérdez a itt mixed žolėtus, ta prasme, pusiau dirbtinė, pusiau natūrali, kai keičiasi vaidumas, kai pat žaidėjo perspektyvos, nes, na, esate dirbtinė, natūralios. Ne, kai, kiek žiūrėjau, labai yra aukštos kokybės žolė, tai beveik kaip pas mus dirbtina, tai čia, bet tik, kad čia yra žolė ir tai iš vis jokio nebus skirtumo. A kérdés a vezetőedzőhöz szólt. Mi az első benyomása a stadionról, amit nem olyan régen járt be? We need such one in Vilnius. Szükségünk van egy ilyenre Vilniusban is. Ön elemezte a Honvéd eddigi játékát, vagy korábbi játékát. El tudnál röviden mondani, hogy milyen játékra számítanak a Honvéd részéről holnap? First of all, I really expect football events. Football events, no fight, no challenges, physical challenges, but I expect a football event, football match, so this is what I expect. Nos, először is én egy igazi foci eseményre számítok, nem pedig vérre menő harcra és fizikai atrocitásokra, hanem tényleg igazi foci eseményre. Ez az, amit várok, erre számítok. Because Honved is not yet prepared well for the season, and we are in the middle of the season, we can start to feel something in our legs after half of the season, so we are in a cold position. But of course, for the moment, regarding you know physical side and such question like game rhythm, you are a small advantage. Nos, we are small advantage. Figyelembe véve azt, hogy itt még nem kezdődött meg a bajnokság, nem csak a felkészülés, nálunk meg már megy a bajnokság, úgyhogy már a lábunkban van azért néhány meccs. Ez egy picit kiegyenlíti az esélyeket. Nyilvánvalóan, ha mindent figyelembe veszünk, akkor azért némi előnye van a Honvédnek. Coach Honved is named as a favorite of this pair. Is it advantage for you for not being favorites? Of course. A kérdés az tehát, hogy a Honvédot tekintik favoritnak ezen az összecsapáson. Előny az önök számára az, hogy nem önök a favoritjai az össze a mérkőzésnek? In our championship, each weekend we are favorite, and we are a bit tired. From time to time, it's necessary to play a bit from the different position. Természetesen igen, hiszen otthon minden hétvégén mi vagyunk a favoritok, és már kicsit ráuntunk, beleuntunk és belefáradtunk ebbe, úgyhogy néha jó, hogyha az ember egy kicsit más pozícióból vághat neki a mérkőzésnek. So, I think this is it. Thank you and see you tomorrow. Köszönöm szépen a részvételüket, találkozunk holnap a mérkőzésen. See you.